Egri csillagok, harmadik fejezet. Az én nevem Margit. Szólítsatok csak Margit néninek, mondta a kocsinülő rablány. Mesélek nektek. Sok mesét tudok. Hol valók vagytok, édeseim? A faluba, felelte könnyes szemmel Gergő. A paluba, felelte a kis leány is. Melyik faluba? Itt az erdőbe van. Mi a neve annak a falunak? A neve? A nevét nem tudom, képű lány volt, a magát Margitnak nevező, és mindig csókra álló szájú. Az arca itót szeplős, és a nyakán kék üvegből való gyöngyöt viselt. A törökök egy somogy megyei pusztáról ragadták magukkal. A gyerekek feleletére elgondolkodott. Aztán rongyokból bábot kötött vicuskának. Ez lesz a vicuska babája, sárga a kendője, piros a szoknyája. Öltöztetjük, ringatjuk, táncoltatjuk, altatgatjuk halad a rabkocsi csendesen. A kocsi mellett egy széles mellű paraszlegény ballag, meg egy ragyás cigány. A cigány sokszorosan foltozott kék nadrág, és ugyanolyan dol dolmány van. A dolmánya belső zsebéből egy fasíp töltsér áll ki. A kocsi másik oldalán egy fekete tógás pap vándorog, meg egy nagy arcú parasztember, aki lehet már 40 esztendős. A pap fiatalabb, széles arcú, magas ember, Se szakála, se bajusza, nem még szemöldöke sincsen. És vörös, mint a cékla. Csak a két szeme bogara fekete. Őt bizony ezelőtt egy néhány nappal forró vízzel öntözgették a törökök, hogy adja elő a temploma kincseit. Voltak is az ő templopának kincsei? Hát mondom, mindezek rabok, szegények. A lábukon lánc. A kezük kinek elől, kinek hátul, szintén vasban. A legény cigányjal a pap a parasztal össze is van A legény mezit láb a bilincsét a lábán rongyokkal bélete körül. A rongyok már véresek. Álljunk meg, könyörgött, hátrafordulva olykor. Hadd igazítsa meg a bilincsemet. A nyaranycsárok azonban rá se hegyelítettek. Törükül fecsegtek egymással, és legfeljebb csak egy bosszus tekintet volt a feleletük. Gergelynek rátapadt a szeme a legényre. Milyen nagy a keze. És milyen ve veres lajbi van rajta. Nem fél. Ha a két keze nem volna hátraláncolva, talán minden futna tőle a török. A legény csak ugyan nem félt. Fölemelte a fejét, és ráordította mellette lovagoló, görbe hátú törökre. A tűzzem észem meg benneteket, pogány farkasok! Gáspár, Gáspár szólott le Margi a kocsi Viselje békén a sorsát, amíg csak lehet. A nap látja, már nyugó óra hallik, meg kell állaniuk. Ahogy erre megtörülgette a szemét, a két gyerek is sírva fakadt. Azzal akarok menni, bömbölte Gergely. Apához, sírta a kis Éva. A törökök csak ugyan megállottak, leszálltak a róról, és korsót vettek elő. Mosogatták a kezüket, lábukat, arcukat. Aztán letérdeltek egyenes sorban napkelet felé. Megcsókolták a földet, és imádkoztak. Ez alatt csend volt. A leány nem ászott a kocsiról, és az inge széléből rangyot hasított. Körültekerte vele a legény lábát, s úgy tolta vissza jóságos vigyázattal a bilincseket. Áldjon meg az Isten Margit, mondogatta sóhajtva a legény. Az éjjelre, ha lehet, tesszünk rá útilaputgáspár. És sírása fancsolódott az arca minden órában sírt néhány percet, de mindjárt dalolt is utána a gyerekeknek. Mert mikor ő sírt, azok is sírtak. Hely, de ijes vagyok, fakadt szóra a cigány, ahogy ott ült mellettök a porban. Három kenyeret megennék egy magám, meg két oldal salonnát. A kocsis, szintén láncolt lábú rablegény, elmosolyodott a cigány sóhajtására. Magam is ijes vagyok, felelte a törökökre megvetően pillantva. De főzök is estére olyan paprikás húst, hogy mind nekünk marad. Hát te vagy a szakács! A te szóra megrándult a kocsisnak a szemöldöke, de aztán mégis felelt. Csak este! Nap a raboknak, ezeknek maguknak ebédet is. Hát mióta szolgálsz a kontyos uraknál? Három napja. Nem lehetne elfistelegni valahogy? Nem, Ezektől soha. Nézd, milyen csizma van a lábamon. Felvonta a lábát az ülésből, nehéz vastag lángok, láncok csörül, csördültek föl vele. De hát, ha ma nem főzöl, tűnődött aggódva a cigány. Bizonyosan főzök. Tegnap olyat főztem nekik, hogy úgy nyalták utána a szájukat, mint a kutyák. Bár csak én is nyalhatnám már a sájamat, de már nem is tudnám, hogy van sájam. Ha hát néha besélnem, nem besélnék. Bort, ö, bort, is raboltak délben. Itt van a sarogjában. Nem is sik a terek, te. De egyszer nem török ez se, mikor bort lát. Na akkor nekem inepen van, ujjongott a cigány. Olyan nótát pikuzsálok nekik, hogy még tánca is kerekednek tőle. A félszemű Janicsár az imádság végeztével nem indította meg a kocsikat. A hetetőről már látszott a völgyben az esti szürkeletbe befátyolozott város. Az magyar fészek. Darazsak laknak benne. A törökök tanakodtak. Aztán fészemű Jani Csár odaszólt a kocsisnak. Utánam, be az erdőbe! És bevitték a kocsikat, szekereket, jól be valami öt percig tartó menéssel az erdőbe. A nap közben elsüllyedt a fák között. Az erdőre homály borult, a tiszta égen eltündökölt az első csillag. A törökök egy alkalmas tisztáson kipányvázták a lovakat, pap kezét feladotta a Janicsár és rákiáltott. Tüzet raksz! Én azt, hogy jobban értem, Jarkant, rikant fel a cigány. Nagyságos, méltóságos terek úr, csókolom kezis lábát. Ha rakjak én tüzet, nekem az a mesterségem. Hallgass, böfent rája a török. Három asszonyt is elszabadítottak, hogy segítsenek a tűz készítésében. Az asszonyok aztán a pappal harasztott és száraz ágat szedtek a közeli fák alatt acéllal, taplóval csak hamar tüzet gerjesztettek. A kocsist is felszabadították az ölésről. Olyat, mint tegnap, mondta neki a félszemű török. Meg lesz, felelte a kocsis. Vizet fel egy nagy vas kondérban a tűzre, és hogy a papa cigánya hamarosan mennyúzta az ürüt, értő kézzel aprózta bele a kondérba. Hullott a húsra vereshagyma is, meg paprika bőven, és bizonyára aprított volna burgonyát is a lébe, de ezt nem főképpen azért nem cselekedte, mert nem volt burgonyája. Tudták is abban az időben, mi a burgonya. Az urak ugyan már képen kóstolgatták, de neve még nem volt. Csak ebéd után tették asztalra nagyuraknál csemegének. A tűz körül valami húsz különféle török heveredett le. A kocsikat, szekereket kerítéskörbe állították, a lovakat kipányvázták kívül a szekereken. A, a rabokat összehajtották egy csoportba. Tizennégyen voltak összesen. Kilenc férfi, meg öt nő. A két kisgyereket is beleszámítva. Csak eldültek szé szegények a gyepem, némelyikük mindjárt el is aludt. A kis vicca is aludt már az ágy nem fejét a margi tölében nyugasztva álmodott, és jobbjával a mellecskén tartotta a hitvány kis bábúját. Gergő mellettük hasalt. A tenyerébe hajtotta az arcát, és álmosan nézett a törökökre. A félszemű Janicsár rájuk pillantott néha. Ott hagyta őket a leányjal a kocsi tetején. A tűz magas lánga a törökök ölték a bárányt, a tyúkot, a libát. A rabok buzgón dolgoztak az étel elkészítésén, és alig negyed óra múlva már javában rotyogott az üstőben a kondírokban a hús, és pirultak a combok a nyáson. A török egy tarhonyás zsákocskát oldott meg. Az erdei levegőbe étvágyindító étel szakvegyült.